Peruhítást kezdeményez az Aranykéz utcai robbantás miatt 13 év fegyházbüntetésre ítélt Portik Tamás ügyében a fővárosi főügyészség. A vádhatóság szerint a 90-es évek leszámolásos merényleteivel összefüggésbe hozott egykori olajvállalkozó a Fenyő ügyben is felbújtó volt, ezért tetteiért egy eljárásban kell felelősségre vonni. Az ügyészség azért nyitná meg újra az 1998-ban elkövetett 4 halálos áldozattal járó merénylet aktáit, mert a vádhatóság szerint a felbújtó Portik Tamás volt az, aki a Fenyő János médiavállalkozó elleni gyilkosságot is megrendelte. 2 különböző időpontban elkövetett gyilkosság, ha azt ugyanaz a személy követi el, a magyar jog szerint egy bűncselekménynek, több emberen elkövetett emberölésnek minősül. Ezért nem külön-külön, hanem egy eljárásban kell elbírálni. A fővárosi főügyészség megállapította, hogy a gyanúsítottal szemben elegendő bizonyíték van a vádemeléshez, azonban őt emiatt a bűncselekmény miatt kizárólag peruítás keretében lehet felelősségre vonni bíróság előtt. Emiatt a fővárosi főügyészség javasolja a fővárosi felleviteli főügyészségnek, hogy nyújtson be peruítási indítványt az ügyben. Ha a bíróság az indítványnak megfelelően elrendeli a peruítást, akkor az új eljárásban az ügyész a fenyőgyilkosságra is kiterjeszti a vádat. Az Aranykéz utcai robbantás ügyében Portik Tamás ellen eddig felbújtóként elkövetett emberölés volt a vád, a Fenyő ügyre is kiterjesztett tényállás alapján viszont már továbbra is felbújtóként, de már több emberen elkövetett emberöléssel vádolhatják majd. Ezért a bűncselekményért lényegesen súlyosabb ítélet is kiszabható, mint az emberölés alapesetéért. A peruítás csak a felbújtót, Portik Tamást érinti, a végrehajtót, József Rohácsot nem. A szlovák bérgyilkost a fővárosi ítélőtábla az Aranykéz utcai robbantás, valamint Fenyő János meggyilkolása miatt 2017 májusában jogerősen életfogytig, de legalább 30 évig tartó fegyházbüntetésre ítélte. Az Aranykéz utcai merénylet megrendelője, Portik Tamás 13 évet kapott. A Fenyő ügyben felbújtóként akkor senki nem szerepelt. 5 hónappal később, 2017. októberében a Nemzeti Nyomozó Iroda újra nyomozni kezdett a fenyőgyilkosság felbújtója után. 2018 tavaszán előbb Portik Tamást, majd, mint a felbújtó felbújtóját, Gyárfás Tamás volt úszószövetségi elnököt, a Nap TV egykori tulajdonosát is meggyanúsították. Ügyükben a rendőrség 2 hete befejezte a nyomozást. Portik Tamás jelenleg 13 éves jogerős börtönbüntetését tölti. Gyárfás Tamás szabadlábon védekezik, sőt, a 200 millió forintos óvadékát is visszakapta. A híradót Víg András tudósította.